Éves szinten 108 alkalommal szerveznek kiszállásos véradást a Magyar Vörös Kereszt Sátoraljaújhelyi kistérségi központja. Ebből 3 alkalommal Sárospatakon várják a segíteni szándékozókat. Most a művelődés háza és könyvtára adott otthont a városi véradásnak. Évközben általában munkahelyekre és középiskolákba, a nyári hónapokban pedig inkább lakóterületekre szervezik a véradásokat. A véradás szervezője elmondta, hogy országos szinten hetente 2000 egység vérre van szükség, ami ugyanennyi ember véradását jelenti. A donorok számában lassú fogyatkozás mutatkozik, de megyei szinten így is a térségben a legmagasabb a véradók száma. 160 ember megjelenésére számítunk, és úgy gondolom, hogy ez maradéktalanul teljesülni fog. A véradók, a donorok, a lakosok aktívak, és büszkén mondhatom, és ez a lakosságnak az érdeme, hogy a megyének a legaktívabb donortoborzó területe a Sátoraljaújhely-Sárospatak kistérség. Bár nálunk is egy lassú folyatkozás tapasztalható, különböző okokra vissza lehet vezetni, de még mindig nagyon aktívak a véradóink. A véradásnak szigorú feltételei vannak. Csak 18 és 65 év közöttiek lehetnek donorok, és a minimum súlyhatár 50 kg. Mindenki, aki segíteni szeretne, és megfelel ezeknek a kritériumoknak, egy előzetes orvosi vizsgálaton vesz részt, és csak ezután történhet meg a véradás. Itt helyben egy vércsoport meghatározást végzünk, illetve egy hemoglobin szintmérést. Ez a hemoglobin az a fehérje, ami az oxigént szállítja a vérben, tehát ez az egyik legfontosabb a vérkészítmény hatékonysága szempontjából. Utána van egy vérnyomásmérés, egy ilyen általános fizikális vizsgálat, illetve a korábbi betegségek vagy jelen betegségek megbeszélése. A levett vérből utólag, még feldolgozás előtt készülnek vírus, illetve baktérium szűrések. A vérmintákat vizsgálják hepatitis B-re, hepatitis C-re, HIV-re és szifiliszre is.